Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Dió számára. Kedves Dió, üdvözöllek téged! Neked van egy volt kapcsolatod, meg egy új kapcsolat is. Melyik férfi az igazi? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál, aztán áttérek az asztrológiai területre. Ott fent az a kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Ezen a képen láthatóak a kelyhek. A kelyhek azok érzelmekre utalnak. A hetes szám az a hold energiáját jelenti. Itt álmokról van szó. Minden kehely jelent egy álmot, egy kívánságot. Ha ebben hiszel, akkor megkapod. Ha ebben nem hiszel, akkor csalódásokhoz vezethet. A következő kártya azt mutatja, mit kellene megoldanod. Ezen a kártyán látunk egy királyt, aki átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Ez utal anyagi dolgokra, a hivatásodra, de a te belső értékeidre is. Az most a feladatod, hogy ennek tudatában legyél. Te értékes vagy. Azon kívül ez az arany érem utal a föld elemére, tehát amiről te álmodozol, az megvalósul, mert a föld eleme jelenti a reális dolgokat. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi erősít téged. Fent jobb oldalon látod ezen a kártyán megint az érméket, ahol értékekről van szó. És újra feltűnik a hetes szám, ami a hold energiájával áll összefüggésben. Tehát, ami a te elképzelésed, az megvalósul. De visszatérve erre a kártyára, látod ezt a hölgyet, és figyeli ezt a fát, ami így ki van díszítve. Én úgy szoktam mondani, olyan, mint egy karácsonyfa. Ott vannak az érmék. De ez nem az ő érméje. Ezek mások. Te összehasonlítod másokkal magadat. De nem az a feladatod, hanem tekints le a földre, mert ott van előtted az az érem, ami a tiéd. Vedd a kezedbe, légy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy. De legyen meg a hited, hogy amit te elképzelsz, az megvalósul, mert erre utalnak az érmék, a föld eleme ezt jelenti. Most megtekintjük azt a férfit, akit te korábban ismertél, és néhány évig együtt voltatok, a volt kapcsolatodat, az ő jelenlegi helyzetét. Ez a kép itt középen mutatja az ő tartását. Ő egy új irányba fordul, kezébe veszi a dolgokat. De csak egy bot van a kezében, ami arra utal, hogy ő egyedül van. Holott ott van mellette ez a második bot, kezébe vehetni, de ő nem érinti meg. Ez egy kapcsolat, vagy veled, esetleg lehetnek új lehetőségek is, mert tekint egy új irányba. A harmadik bot a háttérben van, és utal a múltra, amit ő maga mögött szeretne hagyni, felégetni maga mögött, szimbolikusan
ezt jelenti, mert itt a tűz eleméről van szó, ami mutatja az ő bátorságát, a lelkesedését, és keres egy új irányt. De még megvan arra a lehetőség, hogy ti kibéküljetek. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt bal oldalon ez a kép azt jelenti, hogy mi gyengíti őt. Itt lehetnek kapcsolatok, vagy egy meghívás, vidámság, ünnepség, ahogy itt a képen ez a két hölgy mutatja. De ő nem boldog ebben a szituációban, mert ő fogva érzi magát, vagy az is lehet, hogy vannak lehetőségei, ebbe az irányba tekint, de nem fogadja ezt ő el, mert rád gondol, és emiatt érzi így fogva magát, amit a háttérben ez a négy bot mutat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép azt mutatja, hogy mit tud nyújtani neked. Ezen láthatunk egy királyt, az mutatja az ő büszke tartását és a türelmét is, de átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Az lehet az anyagi biztonság, de az értékek is. Ő kimondja azt, hogy te értékes vagy számára. A következő kártya azt fogja mutatni, mi várható a jövőben, abban az esetben, ha te őt választod. Ezen a képen a kelyhek láthatóak, azok utalnak az érzelmekre, a te érzelmeidre, az ő érzelmeire is. De a 9-es szám az korlátozásokra utal. Itt 9 kehely van. Vagy ő nem tudja kimutatni az érzelmeit, vagy te vagy zárkózott. És most megtekintjük a második férfit, akit nemrég ismertél meg. Ez a kép itt középen mutatja az ő jelenlegi helyzetét. A 4-es szám azt jelenti, hogy számára fontos a biztonság érzete, az anyagiak területén is, és a párkapcsolat területén is. De, mint ahogy látjuk a képen, ez a hölgy megpróbálja erővel megfogni ezeket az érméket. A képeknek szimbolikus jelentése van, és mutatja az ő tartását. Ez arra utal, hogy a múltban kihasználták őt, és fél belépni egy párkapcsolatba, fél attól, hogy elveszít valamit, vagy az anyagiakat, vagy téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt jobb oldalon középen azt mutatja, hogy mi gyengíti őt. A 0 szám mutatja az ő gondolatait és terveit, de nem mer lépéseket tenni. Nem tudja, mi várható, tesz egy lépést, még megvan a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. És ez azt jelenti, hogy mennyire bizonytalan és fél egy új kezdettől. A következő kártya azt mutatja, mit tud nyújtani számodra. Ezen a képen láthatunk egy királynőt. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Idő kérdése, de jön ez a könnyűség. A levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is, tehát lesz köztetek kapcsolat, beszélgetések. Ki hoz itt döntéseket? Te hozol itt döntéseket, mert te vagy
ez a királynő. Vedd kezedbe ezt a kardot, ami nem csak erre a döntésre utal, hanem elvágja a félelmeket. És a következő kártya azt mutatja, mi történik a jövőben, ha mellette maradsz. Itt ezen a képen egy király látható, szintén a levegő elemét jelenti. Itt egy hangban vagytok. Ő a király, te vagy a királynő, és itt döntések lesznek. Ő egyet fog érteni azzal, hogy együtt maradjatok, lesz ez a könnyűség, de át kell neki tenni magát ezeken a félelmeken. A következő kártya rád utal, mi lesz a szerelmi élet területén, mi várható rád. Ezen a képen láthatunk 10 érmét. A 10-es szám utal egy új kezdetre, indul egy új periódus az életedben, és ahogy látható, itt minden rendben van. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem az anyagiakat és a munkádat illetően is. Itt értékekről van szó. Szerintem ez az új kapcsolat értékes számodra, és te vagy értékes számára, de te fogsz döntéseket hozni. Kedves Dió, most átmegyünk az asztrológiai területre. Az indiai számítás szerint a napod az oroszlán jegyében van, és a holdad a vízöntő jegyében. Ők szemben állnak, ami azt jelenti, hogy te egy teli hold napon születtél. Az indiai asztrológusok azt mondják, aki egy ilyen napon született, annak szerencséje lesz, mert ez a teli hold bevilágítja az élet utat. De mivel ők szemben állnak, ez olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami, itt a gondolataidról van szó, és az érzelmeidről, és fontos a belső egyensúly. A holdad az a Satavisa holdházban található, ami lefordítva annyit jelent, 100 félelem, 100 szerencse. Ezt úgy tudod elképzelni, hogy ezen a területen nagyon sok szerencsecsillag van, és ezt a szerencsét megkapod az életben, de ha félelmeid vannak, akkor elrohansz a szerencséd elől. Át kell tenni magad a bizonytalanságokon, a félelmeken. A te horoszkópodban a szűz jegyében több bolygó is van, mint például Mars, Vénusz, ami a szerelemre utal, azon kívül Merkur és Plutó bolygó. A szűz jegye mutatja, hogy itt rendbe kell tenni a dolgokat, van egy ilyen gyógyító hatás is, és mint ahogy láttuk a jóslásnál az utolsó képen, itt rendbe jönnek a dolgok, és megtalálod a biztonság érzetét, egy stabil párkapcsolatot. Ezek a bolygók itt a szűz jegyében a hasta holdházban vannak. A hasta holdház lefordítva kezet jelent, és az azt közli veled, vedd kezedbe a dolgokat. Itt minden rendben van, vagy minden rendben lesz. A hasta holdház felett Vindemiatrix csillag uralkodik. Mi ismerjük a klasszikus görög mitológiából, Vindemiatrix a bor istennője. Az utal életörömre, vagy ünnepségekre, vidámságra, és így tudod kezedbe venni a dolgokat.
A lefele mozgó hold csomó kétú utal a múltra, arra is, amit te átéltél a korábbi életedben, itt kiismered magadat. Ez a kos jegyében van, utal a bátorságodra, a lelkesedésedre. Jelen pillanatban itt mozog Mars bolygó, ami mutatja a te erődet és bátorságodat, de a lelki társadat is. Azon kívül itt mozog az indiai számítás szerint Uránusz bolygó, ami változásokra utal, lesz egy új kezdet. A felfele mozgó hold csomó Ráhu egy kármikus csomó, amit a te lelked kiválasztott, de nem ismer. Ezt meg kell, hogy ismerd, ez a mérleg jegyében van. Ez utal a belső egyensúlyodra és a párkapcsolatra, mert a mérleg jegye ezt szimbolizálja. És ez áll most a középpontban. Kedves Dió, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!